És ahogyan már volt szó róla, itt van Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És a híradóban lehetett látni egy rövid összeállítást arról, hogy mi a helyzet jelen pillanatban a szerb-magyar határon. Mi történik most? Mi történt az elmúlt héten? Elég bonyolult határőrzeti operatív helyzet alakult ki. Ennek két oka van. Az egyik az a tömegessé váló illegális migráció. Azért mondom, hogy tömegessé váló, mert mondjuk a korábbi hónapokban átlagosan a 300 fő volt a napi átlagos kísérletek száma, aztán 400 főre emelkedett, és most az elmúlt héten elért az 500 főt, tehát egy intenzív növekedés van. És a múlt héten előfordult olyan is, hogy 197 fős csoport erőszakos áttörést kísérelt meg az egyik határszakaszunkon, amit a rendőrség komoly fellépéssel tudott megakadályozni. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy a túloldalon rendszeressé váltak a fegyveres összetűzések, ezen belül most már sorozatlövő fegyverekkel. A lakosságnak a félelme és aggodalma okán végül a szerb rendőrség jelentős rendőri erők köztük különleges erők bevetésével is több száz illegális átlépőt fogott el a magyar határ térségébe, számos esetben foglalt le fegyvert, lőszert, robbananyagot, és őket hát egyelőre elszállították Szerbia nagyobb mélységébe, de ezt ismerjük, hogy egy pár nap múlva taxikkal visszaérkeznek újra a magyar határ térségében. Tehát azt lehet mondani, hogy nagy nyomásnak van kitéve a határozati rendszerünk, a rendőri erők, a határvadász erőkkel együtt helytállnak, teljesítik a kötelességüket, de nagyon komoly veszélyt hordoz az ilyen típusú növekedés, különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy a világban egyébként mik történnek, és most nem is annyira az Európai Unióra gondolok, hanem sokkal inkább Afrikára, ahol, mint ahogy a médiából értesülhettek a kedves nézők, egy katonai hatalomátvétel történt Nigerbe. Ez Afrikában elég gyakori, de Niger egy kulcsfontosságú ország, amelyik szoros támogatásos kapcsolatban volt eddig az Európai Unióval, és fontos szerepet töltött be abba, hogy a száhelövezetből, az Afrika mélyebb rétegeiből érkező illegális migránsokat visszatartja. És ez a térség, különösen a szudáni polgárháborús helyzet, azt követően Mali, Csád problémái, és most pedig Nigerrel együtt nagyon komoly veszélyt jelentenek abból a szempontból, hogy amennyiben ez a szerepét ezek az országok, amit eddig betöltöttek, különösen Niger, nem tudja fönntartani, akkor akár egy kezelhetetlen migrációs helyzet is kialakulhat az Európába vezető migrációs útvonalakon. És ha már az Európai Uniót szóba hozta, továbbra is terítéken van a migránskvóták kérdése is. Ez hol tart? Volt itt nálunk néhány héttel ezelőtt, amikor erről Brüsszelben beszélgettek egymással a állam és kormányfők, vezetők. Most hol tart jelen pillanatban? Egy sikeres fellépés következtében, amelyben a V4-ek, Hollandia, Németország is partnere volt Magyarországnak és Lengyelországnak, az sikerült megakadályozni, hogy egy soron kívüli eljárás keretében úgymond gyorsítottan folytassák le ezt az eljárást, úgyhogy most majd szeptemberben folytatódik ez. Itt szokatlan gyorsasággal próbálták ezt a jogszabálytervezetet megalkotni, elsősorban a parlament, az Európai Parlament, de a bizottság és a tanács apparátusa is háromoldalú egyeztetés kell a jogszabály előkészítéséhez. Különféle fórumokat felhasználva, ön említette az állam és kormányfők tanácsát, de nyilván a belügyi tanácsban történt meg először egy korán sem többségi, hanem egy cseles, gyors, 20 perces bevitellel a megszavazás, és azóta pedig az állandó képviselők tanácsába folyik ez a küzdelem. Eléggé rendszeresen tudunk erről tájékozódni, tehát komoly szakmai, politikai, diplomáciai egyeztetések szükségesek ehhez. Azt szerették volna elérni, hogy mi hamarabb ebből jogszabály legyen, és már az Európai Uniós választásokat megelőzően ezek hatályba lépjenek, és valamennyi Európai Uniós ország bevándorló ország lehessen. Ennek a tervezetnek két olyan pontja van, amelyik
különösen súlyosan érintené a magyar szuverenitást és a határbiztonságot, mint tudjuk, a határbiztonság és a belső biztonság nagyon kéz a kézbe járnak, tehát ha a határon nincs rend, ha határon nem tudjuk, hogy kik lépnek át, ha fegyveres személyek erőszakosan is behatolhatnak az országba, és ennek nincsen súlyos következménye, akkor ez a belső biztonságot alapjaiban érinti. Ez az egyik, a kvóták szerinti elosztás. Azt mondták, hogy egy válsághelyzetben, amikor tehát nagy számban érkeznek migránsok, akkor a brüsszeli központból döntenék el, hogy melyik tagállamnak mennyi migráns kell befogadni. Ez ugye egyik kulcskérdés, hogy mikor van válsághelyzet, azt is megpróbálták körvonalazni, akkor van válsághelyzet, ha a tengeren kutatómentő tevékenység van folyamatban. De mivel az egyik eleme szerint ugye legalizálnák a beérkezést, az azt jelenti, hogy állandó kutatómentő szolgálatot működtetnének, és a tengeren átvennék az embercsempészek által szállított embereket, és behoznák úgymond legálisan Európába, ez tehát állandó helyzetet jelentene. A másik, ez a menekült táboroknak, migráns táboroknak hívják, hát nyilván nagyon hamar gettósodnának ezek, láthatjuk, mi történik Lampedusán, vagy láthatjuk, mi történik jó néhány görög szigeten. Ez azt jelenti, hogy egy szózó alapján kiszámolták, hogy melyik országnak mennyi illegális bevándorlót kellene befogadni, és ezeket a hatalmas táborokat, egy 10 és 30 ezer fő közötti létszámról beszélünk, ami Magyarországra jutna, egy hatalmas, egy nagyvárosnyi tábort kellene létrehoznunk, amelyik nyílt tábor, tehát kibejárkálhatnának a illegális bevándorlók, és azt hiszem, a magyar emberek jól emlékeznek, hogy milyen volt, mikor Debrecenbe vagy Bicskén kibejárkáltak a nyílt táborból az illegális bevándorlók, és az a további kritérium, hogyha 120 napon belül nem tudnak dönteni a menekülté nyilvánítási ügyükben, már pedig, mivel nem tudjuk, hogy kicsodák, nagyon nehéz őket ellenőrizni és kontrollálni, akkor be kell őket léptetni. Tehát ez egy, az egész magyar határőrizeti rendszert, annak biztonságot szolgáló funkcióját, a magyar emberek védelmének egy 2015 óta bevált rendszerét anulálná azonnal, és vezetne súlyos belbiztonsági következményekhez. Bakondi György, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.